Világszerte tegnap tartották a biztonságos internet napját. Ifjúságvédelem. Ülésezett az ifjúságvédelmi munkacsoport. Szalagtűzés. Szalagavató a Faller Jenő szakképzőiskolában. Jeges családi délután. Jégfesztivállal várta óvodásait a Lurkó-Kuckó központi óvoda. Madáretetés. Hogyan etessük a madarakat a téli időszakban? Népi motívumok fában és csontban. Megnyílt Szeszák Mátyás csont és fafaragó kiállítása az Inotai Közösségi Házban. A hírmozaikot látják, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Világszerte tegnap tartották a biztonságos internet napját. Az Európai Uniós kezdeményezésre létrejött akcióval a szervezők szélesebb körben, ezen belül is elsősorban a fiatalok és a gyermekek figyelmét szeretnék felhívni az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. A megmozduláshoz az Inotai Tagiskola is csatlakozott, ahol Bartók Judit, a Várpalotai Rendőrkapitányság megelőzési előadója tartott prezentációt az internet veszélyeiről az intézmény tanulóinak. Ezért fontos, hogy elmondjuk nektek azt, hogy mi történhet, hogyha esetleg túl sok dolgot tesztek föl magatokról. A világháló biztonságos használatáról tartanak rendkívüli tanórát az Inotai Tagiskola diákjainak. Az intézmény több évfolyamán is megtartott előadásokat a biztonságos internet nap kapcsán szervezte az iskola, melyhez a Várpalotai Rendőrkapitányság is segítséget nyújtott. Szükség van arra, hogy tájékoztassuk a gyerekeket arra, hogy a játék, a csetelés a közösségi oldalakon, illetve az egyéb olyan internetes tevékenység a társas kapcsolatoknak a rovására is mehet, mert a gyerekek leginkább azzal foglalkoznak, hogy a számítógép előtt ücsörögnek, és már kevésbé foglalkoznak azzal, hogy kialakítsanak egy olyan társas kapcsolatot, amelyik egyébként a mindennapi életükben fontos lehet. A rendőrkapitányság megelőzési előadója szerint a gyerekek egy része nem minden esetben van tisztában azzal, hogy a különböző közösségi oldalakon látható személyes adataikkal milyen módon lehet visszaélni, ami bizony elég nagy veszélyt jelent rájuk vonatkozóan. A diákok között azért akad olyan is, aki tudatosabban használja az internetet. Bálint Virág ugyan nem facebookozik, mégis tisztában van néhány biztonságot érintő fontos szabállyal. Ne osszák meg mondjuk a telefonszámukat, mert például bárki felhívhatja, vagy hogyha valaki megosztja a házszámát, akkor bárki megkeresheti, és hát ki tudja, hogy milyen károk lehetnek annak az embernek, hogyha megosztja bármilyen személyes dolgait. Ilyen vagy olyan okból, de a fiatalok többsége rendszeres látogatója a közösségi oldalaknak, vagy éppenséggel az online játékoknak, melyekkel bizony a tájékozatlan gyerek akár tetemes mennyiségű plusz megterhelést is okozhat a családi büdzsének. Ezért nagyon fontos például, hogy a szülők lehetőség szerint a számítógépet ne a gyerek szobájában helyezzék el, mert így jobban szem előtt tudják tartani a gyerek interneten való szörfölését. A gyerekek azért előszeretettel kijátszák a szülőket, vagy amikor nincsenek otthon, vagy nincsenek szülői felügyelet alatt, akkor a saját szobáikban szabadidős tevékenységként előszeretettel nyúlnak a számítógéphez. Szükséges az is, hogy a gyerekeknek a profil oldalát a szülők azért rendszeres jelleggel ellenőrizzék, és építsenek egy olyan bizalmi viszonyt, és tartsák is meg, tehát ez egy szintén fontos szempont, hogy a gyerekeknek nézzék meg, hogy miket tesznek föl, milyen adatokat tesznek közzé, illetve milyen oldalakat látogatnak. Itt éppen ezért fontos, hogy minél több időt töltsenek el azzal, hogy gyerekeikkel beszélgessenek, és rendszerint ellenőrizzék a számítógép használatot. Az internet biztonságos használatára való nevelésben a rendőrségi akciók és a szülői felügyelet mellett fontos szerepet játszanak az oktatási intézmények pedagógusai is, akik rendszeresen felhívják a gyerekek figyelmét a világháló jelentette veszélyekre. Például ennek is köszönhető, hogy az Inotai Tagiskola diákjai közül többen is felkészültek az interneten érkező támadásokkal szemben. Bármilyen ember megnézheti az oldaladat, az adataidat kideríteti, a képeidet leszedheti és átrakhatja másik oldalra. Te milyen biztonsági intézkedéseket tettél azért, hogy védd magad az ilyen támadásokkal szemben? Az adataimat nem adtam ki például, és a képeim is csak úgy vannak fönn, hogy a legtöbbet azt csak én láthatom.
Az Európai Uniós kezdeményezéssel létrejött biztonságos internet napját minden év februárjának második hetének második napján tartják meg világszerte. Az akció célja, hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül is elsősorban a fiatalok és a gyerekek figyelmét az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. Az Ifjúság Védelmi Munkacsoport február 9-én tartotta meg első negyedéves értekezletét a Várpalotai Rendőrkapitányságon. A rendezvényt dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány nyitotta meg, és vette sorra az értekezlet főbb témáit, mint például a bűncselekmények megelőzését, a drogprevenciót és a világháló veszélyeit. Az ülésen a munkacsoport tagjai újabb feladatokat és célokat határoztak meg a fiatalok védelme érdekében. Az ifjúságvédelmi csoport ülését dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány nyitotta meg, és tájékoztatta a megjelenteket a munkacsoport kiemelt feladatairól, arról, hogy az alakuló ülésen megfogalmazottak szerint a résztvevők közös feladata a fiatal korosztály védelme, az általuk és sérelmükre elkövetett bűncselekmények, és ezáltal az áldozattá válás megelőzése. Kiemelte, milyen fontos szerepe van a prevenciós foglalkozásoknak, főként a drogprevenciónak. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tagok együttműködése tette lehetővé annak a komplex drogprevenciós programnak a megalkotását, mely a kistérség két középiskolájában kerül rövid időn belül elindításra. Szűcs Zoltánné a csoport vezetője tájékoztatta a csoport tagjait, hogy a legutóbbi megbeszélés alkalmával meghatározott elképzelések szerint a térségi népjóléti gondozási központ szolgálatai kidolgoztak egy olyan tervet, mely lehetőséget nyújt majd az általános iskolákban ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusok munkájának segítésére. A munkacsoport vezetője azt is elmondta, hogy a fiatal korosztállyal foglalkozó szakemberek közötti hatékony információáramlást a gyermekjóléti szolgálat munkatársain kívül a családsegítő szolgálat és a védőnői hálózat munkatársa is nagy mértékben segítik. Az értekezleten résztvevőkben egységesen fogalmazódott meg, hogy a fiatalkorúak figyelmét fel kell hívni az internetezés veszélyeire is, az online technológiák hatékonyabb és biztonságosabb használatára. A megbeszélésen a munkacsoport tagjai újabb feladatokat, célokat határoztak meg, így a fiatalok védelme érdekében alkalmazott konkrét programok új kezdeményezésekkel kerülnek a jövőben kiegészítésre. Ebben a tanévben 130 fiatal végez a Faller Jenő szakközépiskolában. Az intézmény hagyományos módon pénteken a Városi Sportcsarnokban tartotta meg szalagavató ünnepségét. Az eseményen a hamarosan ballagó diákokat és hozzátartozóikat, többek között az iskola színjátszó csoportja és táncos műsorok is szórakoztatták. Természetesen a rendezvényről a szalagfertőzések mellett az esemény fénypontja a keringő sem hiányozhatott. Február 6-án tartotta a Városi Sportcsarnokban a Faller Jenő szakközépiskola az idei szalagavatóját. Az eseményt a minden évben csodálatosan koreografált keringő nyitotta. Folytatásban az intézmény igazgatójának, Tóth Kálmánnak a beszéde következett, melyben többek közt a szalagfertőzésnek a történetét mesélte el. Honnan is származik a szalagavató hagyomány? Ők a rendek utána néztem, a régi beszédekben kiderült, hogy iskolának is van ehhez kapcsolódása. Az első ünnepet, az első szalagavatót az 1830-as években az akkor még Magyarországhoz tartozó Semmezbányán az Elnézhet és Bányászatok Akadémiai járó diákok szervezték meg. Akkor ezt valétázásra nevezték, ami a valéte latin szóból származik, aminek jelentése éljetek boldogul. Ezt kiáltották a végzős diákok alsóbéves társai. Ebben a tanévben 130-an végeznek, három szakközépiskolai osztály, technikus osztály és három szakiskolás osztály. Ez az iskola történetében hányadik szalagavató, ami itt a sportcsarnokban zajlik? Hát gyakorlatilag szerintem 10-15 éve már csináljuk, mert ugye előtte a jó szerencsém műfázban csináltuk, csak nem férünk be, és nagy tömeg szokott lenni, így sokan kiszorultak. Hogy ez is sokszor kicsinek bizonyul, mert ugye 130 tanulóhoz körülbelül 5 hozzátartozó, és ha ezt megszorozzuk, akkor 7-800 ember
zsufolódik itt is össze. Tehát ennél kisebb helyben nem tudjuk ezt megoldani. A szalagvató általában a diákokról szól, a tanároknak is gondolom ez ilyenkor nagy ünnepség. Valami összejövetel, vagy valami tanári karnak van? Hát én körülbelül már mint igazgatóhelyettes, meg igazgató, ugye a 25. szalagavatót csinálom a kollégáimmal együtt, végbe gyakorol, tehát nekünk azért annyira nem nagy újdonság, de mindig úgy csináljuk, hogy a tanulóink jól érezzék, szüleik jól érezzék magukat, és egy maradandó élmény legyen a számukra. Tehát ez minden évben új kihívás, de nekünk ugye nem ez az első szalagavatunk, hanem sokadik. Aztán az iskola Duende színjátszókörének műsora után elérkezett az est fénypontja, a szalagfeltűzés. Ebben a tanévben 130 diákra került fel a felnőttséget szimbolizáló szalag. Felemelő, és nagyon boldog vagyok, hogy idáig eljutottam. 4 évvel ezelőtt még el sem tudtam képzelni, hogy idáig el tudok jutni, de hát sikerült, és most már nagyon nagy erővel készülünk ugye az érettségére, és nagyon jó, hogy itt vannak a család, szerettek, barátok, és együtt tudjuk ünnepelni ezt a rendkívül ilyen szép napot. És most, hogy így a szalagavatónál tartunk, ugye, hát tudjuk, hogy utána következik az érettségi. Félve indulsz neki, vagy ilyenkor nem is gondolsz rá egyáltalán? Hát már kezd bennem benni az a félelem, hogy ugye mi lesz. Szerintem minden egyes diákban ez azért felmerül ez a kérdés. De én tudom, hogy a tanárok nagyon sok mindent megtesznek azért, és eleve úgy fognak majd odaengedni, hogy ne legyen kudarc számunkra, és ugye számukra se. Úgyhogy én bízom benne, hogy sikerül, és szerintem sikerülni is fog. Hát én iszonyatosan vártam az egészet, főleg a keringő miatt. Meg hát nagyon nagy dolog, úgy gondolom ez egy diák életében, már szalagavató egyszer van. Úgyhogy... És az érettségihez te hogy állsz? Hát nagyon félek tőle, de úgy vagyok vele, hogy tényleg a tanárok mindent megtesznek azért, hogy sikerüljön, mindent megtesznek az érdekünkben, és segítenek sokat ebben az egészben. Zárásként 2 táncos produkció indította útjára a diákokat és a szülőket. Ezúton is gratulálunk a szalagot viselőknek. Különleges téli programmal várta óvodásait a Lurkó Kuckó központi óvoda. Immár 3. alkalommal kerültek a gyermekek által készített jégdíszek az óvoda udvarára. Az Antal Istvánné Vera óvónéni által bevezetett ötlet nagy népszerűségnek örvend az első pillanattól kezdve, hiszen szülők és gyerekek egyaránt nagyon készültek az eseményre. Nem volt ez másképp, február 6-án sem, a zordszeles időjárás ellenére rengeteg kis jégből készült fagyasztott alkotás került az intézmény udvarára. A hagyományoknak megfelelően a kicsik szavaltak, valamint a madáretetés sem maradhatott el, és a jégfesztivál végén mindenkinek jutott egy pohár forró tea is. Az óvodában régóta szerepelnek szülő-gyermek közös programok, melyeknek lényege, hogy a szülő minél több időt töltsön gyermekével egy-egy rendezvény alkalmával. 3 évvel ezelőtt Antal Istvánné Vera óvónénitől érkezett a jégfesztivál ötlete, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend. A gyermekek szüleik segítségével készítették a szebbnél szebb jégdíszeket, mely jó, közös program és időtöltés a családok számára. Ez az ötlet 3 évvel ezelőtt érkezett az egyik kolléganőtől, nevezetesen Antal Istvánné Vera óvónénitől. Ő jött azzal az ötlettel, hogy ő ezt egy osztrák műsorban látta, hogy gyerekeknek rendeztek ilyet. Ugye ott azért mások az óvodai feltételek, de nagyon megtetszett nekünk is ez a fajta ötlet, és így elhatároztuk, hogy egy kicsit magyarosítjuk a történetet, de megpróbálkozunk vele. Úgy tűnt, hogy már akkor nagy sikere volt a szülők körében, és azóta most már ez a 3. alkalom, hogy megrendezzük itt az óvodában, így január, illetve február tájékán időjárástól függően. Kunné Fazekas Zsuzsa elmondta, minden kis csoportban adott volt a lehetőség a színes darabok elkészítésére, melyre várakozáson felüli volt az érdeklődés.
ez a szülőkkel való program, mindegyik csoportban adott a lehetőség. Mi itt az óvodában verssel, kis énekkel szoktunk készülni erre az eseményre, és természetesen ugye azok a gyerekek vesznek részt benne, akik a szüleikkel jelentkeznek erre a programra. A Jégfesztiválra rengeteg alkotás készült. A kislurkok boldogan, nagy fantáziával és kreativitással vettek részt az előkészületekben, ezért rengeteg ötletes és aprócska jégbe zárt csodát láthattunk. Nagyon változó és nagyon-nagyon kreatív ötletekkel rukkolnak elő ilyenkor a gyerekek és a szülők, de hát ez is a nem titkolt célunk, hogy hasznosan töltsék el a gyerekek a szülőkkel ezt a kis időt, amíg a jégdíszek készülnek. És mit adtatok hozzá? És utána mit csináltatok vele? Így van. Pillangot meg! Pillangot meg egy babot! Meg úgy készítettük, hogy ilyen formára anya tett ragasztót az aljára, és akkor abba öntött vizet, és beletett a fagyasztóba, és kivettük, és lecsillámporoztuk. Volt, aki kugló formába készítette, volt, aki jégkockatartóban, volt, aki saját maga kis edényben próbálta, sőt, még edényt is megpróbáltak hozzá alakítani. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok születtek. Volt, aki terményekkel, festékkel, tehát mindenféle technikát bevetettek és megpróbáltak, és tényleg nagyon ötletes dolgok szoktak születni. Még egyetlen egy alkalommal sem találkoztunk ugyanolyan alkotással. A szakmai vezető hozzátette, azért nagyon hasznos ez a program, mert az intézmény a kompetencia alapú nevelési programmal dolgozik. A mi óvodánk most már 5. éve a kompetencia alapú nevelési programmal dolgozik, aminek az a jellegzetessége, hogy a 4 őselemre épül, és ugye pont most tartunk a víz témakörnél, és ezáltal egy kicsit azt gondoljuk, hogy a szülők is betekinthetnek a szakmai munkába is, részt vehetnek benne a gyerekekkel együtt, és ez csak egy pluszt ad az egész nevelési programnak. A szülők és csemetéik otthon közösen elkészített díszeikkel szebbé varázsolták az óvoda udvarát, majd közös szavalás után megetették a madarakat, és forró teával búcsúztak a naptól. Kevés ember tudja közömbösen szemlélni a fagyos téli napokon eleséget keresgélő madarakat, ugyanis a kemény hideg és a hótakaró akadályozza őket abban, hogy megfelelő mennyiségű élelmet találjanak maguknak. Az eleség folyamatos biztosításával segíthetünk rajtuk a legtöbbet. Maternik Zsolt, a Liget-sziget faiskolai járóda tulajdonosa, a madáretetéssel kapcsolatban adott tanácsokat stábunknak, majd a Tésűdombi Szivárvány tagovodában jártunk, ahol évek óta rendszeresen foglalkoznak a madárvédelemmel, ami a mindennapokban nagyon sok tevékenységet és tapasztalást, élményt, örömöt jelent a gyermekeknek. Minden évben számos madárfaj telel Magyarországon, amelyek túlélési esélyei jelentősen növelhetők a madáretetők kihelyezésével. Nincs is szebb látvány annál, mint amikor a hófötte kertben álló madáretetőt cinegék, pintyek, tengelicék színes serege lepi el.
Maternik Zsolt a Liget-sziget faiskolai járuda tulajdonosa éppen azt mutatja, milyen madáretetőt használjunk. A szakember szerint tökéletes megoldás a házilag, akár étolajos flakonból készített etető is, de ha vásárolni szeretnénk, a madáretető kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell venni. A madáretető kiválasztásánál fontos, hogy természetes alapanyagokból legyen, illetve természethez közeli legyen. Ez a nyírfogtázat, vagy nyírfából készült, ugye megfelel akár ezeknek a céloknak, illetve azért is praktikus, mert elég mélyen lelóg a teteje, tehát védi ugye a széltől a madárellenséget, hogy ugye ne fújja ki a szél, illetve hát ugye az elsőtől is védi, és ide ugye a kis madarak szépen be tudnak repülni. A Tési Dombi Szivárvány tagóvoda nevelési programjában kiemelt helyet kap a külső világ tevékeny megismerésére nevelés. A 2 éve zöld óvoda címet elnyert intézmény mindennapi életében fontos szerepet kap a madarak gondozása. Minden kolléganő törekszik arra, hogy minél több tevékenységgel próbálja a madarakat, mint megtapasztalható apró élőlényeket közel hozni a gyerekekhez, mert ugye a gyermek elsősorban akkor tanultja élmény, tapasztalatot és tevékenységet együtt lehet ötvözni velük, és erre tökéletesen jó a téli madárvédelem, mint olyan. És ugye a gyerekek, ők még picik, azt megtapasztaltatni velük, hogy van nálam kisebb, akit óvok, védek, szerethetek, figyelem a fejlődését, befolyással vagyok rá, és ezáltal egy kicsit a tudatos gondolkodásukat is fejleszteni, szerintem ez nagyon tökéletes alkalom és nagyon jó tevékenységi forma. Én egyedül letettem a madarakat. Én is letettem. Én összehúztam, aztán tettem bele egy kis magot, egy mazsodát, aztán megették a madarat. Bekentem egy vajjal egy gurigát, arra pedig magot szórtam. Általában megesszük 10 óraira a gyümölcsöt, valamikor a gyümölcs almahéját is kivisszük a komposztálóba, ami a rigóknak nagyon jó elességnek minősül. Akkor felöltözünk, már keresik a kis madáretetős vödröcskét, ha olyan van, hogy tudunk fagyugolyót vásárolni, akkor hozzák, feldrótozzuk előtte. És teljesen annyira beleépült már a mindennapjaikba, hogy már ők szólnak nekünk, hogy óvó néni, menjünk és csináljuk, és figyelik. Ha észreveszik, esetleg ebéd közben a szellőztetésnél kicsit kinyitjuk az ablakot, hogy madárhang szól, akkor felhívják a figyelmet, és elcsendesednek, mert tudják, hogy másképp elrepülnek a kis madarak. És mi van a harangocskában? Van! Az mi? Magyarul! A tengelice, amit láttunk az előbb, pinty, fekete cínege, szén cínege, akkor a rigók rendszeresen előfordulnak hátul a komposztáló körül, a bokrosban nagyon szeretnek. Hát a madarak mindennapos vendégek. És ugye tudjuk, nem sokára február 14-e a madarak házasodásának időpontja is lesz. Ez egy kis érdekesség a gyerekeknek. Hát jó, ott kuncognak rajta, hogy házasodnak a madarak, de ez azért jó, mert mint élőlények erre is felhívjuk a figyelmet, hogy őnekik is van párja, társa, arra is oda kell figyelni, hogy meg tudják őrizni a saját kis életterüket, és tudjanak fészkelő helyet, fészket, és egyáltalán a fajfenntartás élőhely. Egy csomó fogalmat, új kifejezést is ezzel megtanulnak a gyerekek. Ha azt szeretnénk, hogy kertünk tényleg életteli, vidám és természetes legyen, alakítsunk ki madárbarát birtokot, ahol a madarak tényleg jól érzik magukat. Madárbarát kertet úgy alakítunk ki, hogy sok olyan cserje legyen, ahol esetleg tudnak fészkelni, vagy el tudnak bújni, illetve hát, hogyha van rá lehetőség, akkor érdemes akár természetes kinézetű ódut kitenni, ahol ugye tudnak fészkelni a madarak, illetve olyan növényeket ültetni, aminek a termése sokáig a növényen marad, és azt ugye télen tudják fogyasztani a madarak. A madárbirs, ugye ez egy talajtakaró növény, annak piros termését szeretik, vagy akár a tűztövisnek a termését is szeretik. Ezek relatív hétköznapi növények, tehát ezek sok kertben előfordul, illetve hát tudunk ilyen fajta növényeket ajánlani érdeklődőknek. A téli madáretetés tehát fontos madárvédelmi feladat, hiszen az esztétikai élményen túl madarak ezreit mentjük át az ortélből a madártalos tavaszba.
Február 5-én az Inotai Közösségi Házban rendezte meg Szeszák Mátyás Csont és Fafaragó legújabb kiállítását. Rengetegen voltak kíváncsiak az inotai alkotó munkáira, köztük Galambos Szilvia, a Települési Értéktár Bizottság elnöke is, aki megnyitó beszédében méltatta a rendezvényt. A program fényét emelte Péter Csenge előadása is, aki egy bakonyi népdalcsokorra készült a Nívós tárlatra. Megmunkált fa, megszeridített kemény csont és bakonyi népzene. Az inotai faluházban ez a hangulat fogadta a látogatókat, ahol Szeszák Mátyás alkotó munkái kerültek a nagy érdemű elé. A hangulatot Péter Csenge alapozta meg népdalcsokrával. A kiállítás megnyitóján Galambos Szilvia, a Települési Értéktár Bizottság elnöke méltatta a műveket, és szólt röviden az alkotó életéről, valamint a helyi értéktár fontosságáról is. Mint sokan tudják, a helyi értékek felkutatása és felmutatása ennek a bizottságunknak a legfontosabb feladata. A térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, leltárba vétele, ezen keresztül összetartozásunk erősítése. Galambos Szilvia elmondta, egy olyan alkotó tárlatát láthatjuk, akinek munkái méltán kaphatnának helyet a helyi értékek sorában, hiszen egyediek, maradandóak és sok-sok munka árán készültek, valamint művészeti értéket is hordoznak. Szeretném elmondani, hogy az Értéktár Bizottság elnökeként több megkeresést kaptam a mai nap folyamán is. Egyrészt arra is irányulhat a megkeresés, hogy ezek az általunk ma megszámlált értékes alkotások is az értéktár leltárába bekerüljenek, és én ezt mindenképpen támogatni fogom. A helyi értéktár elnöke elmondta továbbá, szeretnék, ha folytatást nyerne az a kezdeményezés, amely tavaly nagy sikert aratott, amikor is egy értéktárnapot tartottak, és ott bemutatásra kerültek a helyi értékek. A mostani kiállítás darabjaiból is jó néhány alkotás szerepelt a rendezvényen. Én úgy értesültem, hogy erre most újra kezdeményezések indultak, hogy folytassuk ezt a remek hagyományt, és újabb értékeket tárjunk a nyilvánosság elé. Szeszák Mátyás inotai alkotóművei tehát méltán helyt kaphatnának a Település értéktárában. Az alkotó faragás művészetének szeretete gyermekkorától indul, melyet soha nem tanulta, autodidakta módon, vagyis önképzéssel sajátította el. Gyerekkorom óta faragtam, de nem volt rá nagyon időm, csak akkor, mikor odáig jutott az ember, hogy már volt szabad ideje a nyugdíjas koromtól, és el kell foglalni magam, és onnantól kezdve folyamatosan csinálom a faragásokat. A fa és a csont megmunkálása is időigényes, a kisebb faragásoktól a nagyobbakig minden megtalálható a repertoárban, így a néhány órás munka folyamattól a hónapokig tartó alkotásig minden felelhető. Gyakorlatilag a fa munkáknál az ilyen nagyobb plastikák az olyan, 2 hónapos munka, a csontfaragásnál a nagyobb csontok, ami 1 darab, az 2-3 hónap, a kisebb munkák azok pedig ilyen 2 hetesek. De olyan, hogy 1-2 órás munka olyan nincs. Szeszák Mátyás elárulta, rengeteg dolog ihleti meg, minden apróságra felfigyel, és abban a pillanatban megérzi, mit is rejthet egy-egy csont vagy fa belseje, melyet elő kell hoznia az anyagból. Így az alkotó rengeteg témát dolgoz fel, többek között a bányászat tárgykörét is, melyet több ízben kifaragott már. Akárhol látok valamit, egy pillanat alatt valahol belém rögződik, és ami belém rögződik, azt én meg kell, hogy csináljam. A munkáimnak negyed része az a bányászattal kapcsolatos, mert én bányánál kezdtem el a munkámat, bányánál fejeztem be a munkámat, és ezt a munkát valahol szerettem is csinálni, és ez látszik is a munkáimon. Pocsik József már nem először látja Szeszák Mátyás műveit, hiszen nemrégiben a Bartos Sándor általános iskolában kerültek kiállításra a gyönyörű munkák. Ezekben a tárgyakban rengeteg a munka. Hát dicséretes az, hogy ezt a munkás dolgot ilyen szépen ő elénk tárja, és valóban úgy van, meg kell őrizni ezeket az emlékeket az utókornak mindenképpen, mert arra érdemesek. Én fölhívnám a figyelmet, az egy picike kis szürke kis meddő darab. Ugye ez mutatja a múltat is, mutatja azt is, hogy ő egy bányászember volt. A jelenlévőknek nagyon tetszett a kiállítás, melynek hangot is adtak az artisztika kedvelői.
azt kell mondjam, hogy mesterművek, úgyhogy én nagyon élveztem a mai kiállítást, és azt tetszett nagyon, hogy az inotaiak így összefogtak, és ennyien eljöttek megnézni a művész kiállítását, úgyhogy gratulálok az inotaiaknak. Mátyás ugyan tagadja, hogy ő művész volna, mindig csak azt mondja magát, hogy csont és fafaragó, de szögezzük le, hogy ezek bizony művészeti alkotások. Kedves nézőink, ennyi volt már a Hírmozaik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!